Folytatódott a második Határtalan Fesztivál. A Malom utcai táncházban a Kárpát-medence kulturális életének képviselőinek műsorait követhették figyelemmel a vendégek a nemes cél érdekében, hogy megerősítsék a nemzettudatot az anyaország és az elszakított nemzetrészek polgáraiban. Ezen dolgozunk, hogy összekössük akár Délvidéket, Erdélyt, Kárpátalját, Felvidéket, itt Székesfehérváron az anyaországgal, és nagyon fontos feladatunk akár a megyén belül, akik ezeket a hagyományokat tápolják, és ezt a magyarságtudatot, azokat is akár itt összehozzuk a mai napon, itt a Székely Mulatságnak nevezett napunkon, a főnapunkon, hiszen a megyéből is olyan táncegyütteseket hívtunk kifejezetten, akik bármilyen elszakított országrésznek a táncát tudják, így ők is látják egymásnak a munkásságát, nem csak a néptánc fesztivál, hanem a mai napon is. Az otthonról hazalátogató fellépők, a népi kultúra őrzői, népzenészek, néptáncosok idén is megidézték mindazt, amely az évszázadok során egységessé kovácsolta a magyarokat Erdélyben, Székelyföldön, Kárpátalján, Délvidéken és Felvidéken egyaránt. Király Dávid Dudán, vagy Furuján, vagy éppen Vesztergál Miklós tárogaton a maguk műfajában szerintem nagyon jó nevek, nagyon jó nevek a szakmában, és tényleg olyan dolgokat tudnak, ami akár könyvfakasztó is tud lenni sok esetben, hiszen olyan mély érzelmeket tud előhozni. Az egésznapos rendezvényt a hagyományokhoz hűen ezúttal is egy hamisítatlan székely bázárta.